Hashtag no filter. Nők filter nélkül. Az inspiráló erős nők magazinja. Get ready. A műsorszámot a Nutriverzum támogatja. Szép jó napot kívánok mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hashtag nofilter hallgatóit, és sok szeretettel köszöntöm a YouTube nézőket is, akiknek látványosabb lesz a változásunk, hiszen ők most a televízió képernyőjén keresztül látják azt, hogy új időszámítás kezdődik a nofilter életében, ugyanis külső helyszínre költöztünk, de ez a hallgatókat semmiben nem fogja befolyásolni, a nézőknek pedig bízom benne, hogy egy új élményt adhat majd az, hogy itt zajlanak a beszélgetéseink. Én Köböl Anita vagyok, mai vendégem pedig már itt van velem a stúdióban, aki nem más, mint Banga Ildikó, a Magyarország Idő Body Shop Kft.-nek a tulajdonosa. Szia, Ildi, sok szeretettel köszöntelek. Szia, Anita. Szerintem nagyon sokan tudják ma azt itt Magyarországon, hogy ha The Body Shop, akkor az a te nevedhez köthető, és rengetegen ismernek, szeretik a márkán. Úgyhogy én leginkább arra vagyok kíváncsi most, hogy milyen volt az a karrier út, amit bejártatok, és talán a legizgalmasabb pontja az egésznek az, hogy egy igazi karrierváltó vagy, igaz? Hiszen te se cég tulajdonosként kezdted a pályafutásodat, hanem ha minden igaz, multi közegben voltál előtte. Így van, igen, igen. Szóval nagyon érdekes volt, hogy a férjemmel ketten alapítottuk a céget, mind a ketten pénzügyi területen dolgoztunk bankba, és amikor ez az egész ötlet így jött, akkor teljesen másképp kellett gondolkodni, teljesen minden megváltozott. Ráadásul olyan családból jövök, ahol nem volt szokás vállalkozni, tehát sőt, inkább óvtak attól, hogy jaj, kislányom az nagyon kockázatos, tehát hogy ez, és a férjemnek is ugyanígy a családjában, tehát nem volt vállalkozó. Ezért volt ez egy nagyon nagy lépés a részünkről. Tehát így visszagondolok azokra az időkre, akkor tényleg nagyon bátrak voltunk. Az egy ilyen kamikáze lépés nagyon, volt, igaz? Igen. És nem tudtuk, mire vállalkozunk. Tehát azért rengeteg munka. Tehát nem gondoltuk, hogy ennyi munkával jár, ekkora felelősséggel. Tehát nem gondoltunk bele, csak azt tudtuk, hogy nagyon akarjuk, mert nagyon szerettük. Pont ezt akartam tőled kérdezni, hogy rengeteg embernek vannak tervei fejben, hogy mit szeretne csinálni, vagy éppen nem érzi jól magát a munkahelyén, vagy épp már a kiégés szélén áll, de ezek mindig csak tervek maradnak és elhalnak, hogy mi az, ami titeket arra motivált, hogy végül is megmertétek ezt lépni, hogy a biztosat egy bizonytalanért ott tudtátok hagyni. Azt gondolom, hogy elsősorban a kiégés. Tehát a férjem 15 éve dolgozott ugyanazon helyen, én 10 évet, és egy picit úgy éreztük, hogy valami mást kellene csinálni. Tehát éreztük, hogy jó lenne valami mást csinálni. És akkor jött ez az ötlet, tehát így hirtelen jött. Tehát más nem is próbáltunk, csak ezt. És azt hiszem, hogy jobban akartuk, mint amennyire féltünk tőle. De jó, az mondjuk egy nagyon-nagyon jó felhajtó erő lehetett. Igen, és ezért tehát hogy mindenki, aki meghallotta, hogy mit szeretnénk, hú, hát most nem vagytok normálisak, belevágtok, a biztos munkahelyet ott hagyjátok egy bizonytalanért, de mi nagyon akartuk. Hogyha nem indiszkrét a kérdés, és természetesen nem a pénztárcátokban szeretnék vájkálni, de azért joggal felvetődik a kérdés, hogy ez mekkora anyagi beruházást jelent annak a részéről, aki tényleg vállalkozóvá szeretne válni. Ráadásul ti egy nagy világmárkához csatlakoztatok. Tehát, hogy ilyenkor úgy mindent beletól az ember, amilyet csak van, és még ezt is mérlegeled és vállalod? Így van. Ez pontosan így történt. Mindent beletoltunk. Jelzálog a családi házon, baráti segítség, kaptunk baráti segítséget, tehát anyagi segítséget is, és ugye két gyerek, családi ház, de belevágtunk. Igen. És akkor ilyenkor mi történik otthon? Fura kérdés lesz tőlem a hitvesi ágyban, de inkább azt kérdezem, hogy a konyhaasztalnál, hogy leültetek a férjeddel, megfogtátok egymás kezét, és azt kezdtétek elemezni, hogy mi történik akkor, ha, és mi történik akkor, ha, tehát hogy minden eshetőséget végigvettetek? Szerintem nagyon pozitívan álltunk hozzá, tehát nem annyira, inkább azon gondolkodtunk, hogy mi lesz, ha ez sikerül, ezt meglépjük. Óvatosan terveztünk, de az fel sem merült, hogy az egész nem lesz, tehát
ez az a nagyon erős akarás, amit eddig mondtál. Igen. Na, akkor kérlek, meséld el nekünk azt a szituációt, amikor jön egy magyar házaspár egy akkor már ismert amerikai céghez, ugye ez angol cég. Tehát akkor jön egy magyar házaspár, aki akkor már ismert angol céghez oda megy, bekopogtat, és azt mondja, hogy mi ezt akarjuk itt Magyarországon, vagy ez így hogyan zajlik? Hát azért nem ilyen egyszerű volt. Gondolom, persze. Tehát amikor így megláttuk ezt a márkát külföldön, mert ugye Magyarországon nem volt, akkor tényleg így első látásra szerelem volt, és akkor elkezdtük keresni, hogy Magyarországon miért nincs. És akkor láttuk, hogy legközelebb Ausztriában van, és akkor elkezdtük felvenni a kapcsolatot az angol anyacéggel. Persze először jött a nemleges válasz, hogy nem, és akkor... Az bocsánat, de miért jött például az ő részükről? Volt egy automatikus válasz volt, hogy most egyelőre nem keresnek partnert, és nem. És aztán közben még elkezdtünk csinálni egy webáruházat, és akkor felfigyeltek az angolok, tehát látták, hogy tényleg van tudás és akarat. Tetszik az egyébként. A szenvedély ott van. De nagyon tetszik az, hogy ezek szerint azért rajtatok tartották a szemüket. Abszolút, abszolút figyeltek minket, olyan szinten, hogy akkor még idív volt, nem tudom. Emlékszel? És akkor ott is, amikor jött hozzánk az angol, akkor ki volt nyomtatva az idíves fotónk. Tehát, hogy tényleg figyeltek minket, és rajtunk tartották a szemüket, és azt mondták, jöttek, megnéztek minket, és tényleg a webáruház is azt mondták, hogy hú, hát ez jobb, mint az övék, és hogy tényleg. És akkor jöttek, és akkor megérkezett ugye hozzánk, bejelentkezett, hogy akkor jön Magyarországra a franchise direktor, és akkor hú, azt se tudtuk, mit csináljunk, meg hogy legyen, és akkor kérdeztem, mik a terveink, és mondtuk, hogy szeretnénk egy-két boltot nyitni. Egy-két boltot? Hát azt ne, legalább négyet, tehát hogy azt nem lehet, tehát ilyen szerényen kezdtünk, de aztán mondta, hogy hát ezt akkor csináljuk, akkor kellett csinálni egy komoly dokumentációt, egy üzleti tervet, tehát kb. 90 oldalas, tehát ez tényleg nagyon, nagyon komoly munka volt, kutató munka, előpiackutatás, előkészítés, tehát elemzések, amit prezentálnunk kellett az anyacég felé. És akkor vártunk, és december elején jött a telefon, hogy menjünk aláírni Angliába a szerződést, a franchise szerződést. De most beleporzongtam egyébként, mert milyen érzés végigjárni azt az utat, hogy miközben vársz egy döntésre, gyakorlatilag a sorsodat illetően, neked gondolom közben másik oldalra megfigyelned kellett a meglévő munkádra. Persze, amikor az ember fölteszi a lábát, és akkor nem történik semmi. Nem, csak úgy vártam, hogy mikor, elég soká jött a válasz. Az mennyi idő körülbelül, arra emlékszel? Fél év, több hónap, szóval sok volt, és akkor jött, és akkor nem tudtam elmenni a munkahelyemről, de a férjem ment ki aláírni a szerződést, és annyira boldogok voltunk, és annyira örültünk, hogy a férjem oda tette a karácsonyfa alá a szerződést, hogy tényleg az is egy ajándék volt, úgyhogy úgy éreztük. És akkor kérdeztük utólag, amikor már ugye elindult a kapcsolat az angolokkal, hogy miért pont nekünk adták, mert tudtuk, hogy nagyon sok jelentkező van. És akkor egyszerűen azt mondták, hogy mert ti voltatok a legjobbak. És akkor néztünk, hogy miért. Tehát mondták, hogy látták bennünk azt a szenvedélyt, azt a lelkesedést, amit úgy gondolták, hogy szükséges ahhoz, hogy ezt a márkát mi megfelelően képviseljük Magyarországon. Idén 10 éves a márka, igen, ami gyakorlatilag mostanáig így felépítve egy tündérmesének hangzik, de biztos, hogy voltak azért nehéz pontok. Már akár az ereje is. Szerinted egyébként egy ilyen típusú és ilyen mértékű karrierváltást ma meg lehetne lépni? Tehát, hogyha valakiben tényleg ott bújkál az akarás egy valamilyen típusú vállalkozás létrehozására, akkor ezt ugyanígy ezzel a nagyon nagy szenvedély és akaraterővel végig tudnád csinálni, vagy azért nagyon sokat változott már a piac? Én úgy gondolom, hogy meg lehetne csinálni, de azért kell hozzá egy kis tudás is. Tehát azért nyilván nem elég a szenvedély, hanem azért nyilván mi is nagyon sokat tanultunk ebben a szakmában is, utána néztünk dolgoknak, tehát azért kell egy kis tudás is, de ha megvan a tudás, a szenvedély, én szerintem meg lehet csinálni. Lehet, hogy kicsit másképp, de meg lehet.
Az is nagyon izgalmas egyébként a ti történetetekben, és már többször beszéltünk a kedves párodról, hogy ti ezt férként, feleségként hoztátok létre. Ha kérdezhetlek erről. Kérdezni foglak, aztán majd mondasz, amennyit bepillantást engedsz a kapcsolatotokban. Azért házaspárként ezt végigcsinálni lehet iszonyatosan felhajtó erővel bíró, hogyha ti úgy működtök tényleg egy párként, akik így nagyon ragaszkodtok egymáshoz, akik nagyon tudják támogatni a másikat, és közösen hisztek valamiben. Miközben azért, hogyha bezárjátok az üzlet vagy az iroda ajtaját, ugyanúgy funkcionálnotok kell nőként és férfiként is, hogy meg tudjátok tartani egymás iránt a szenvedélyt, a kíváncsiságot, a quintesszenciát. Ebben hogyan találtátok meg az egyensúlyt? Eleinte nehéz volt. Tehát nehéz volt, mert meg kellett szokni, hogy nem csak társam, hanem nem csak üzlettársam, hanem az életbe is társam, és ő ugyanaz. És míg egy átlag család hazamegy, és megkérdezi, hogy drágám, milyen volt a napod, mi volt a munkahelyeden, ugye nálunk ez ugye folytatódott, ott, amit elkezdtünk. És akkor a gyerekeink gyakran ránk szóltak a csoránál, hogy most már anya, apa, most már ne beszéljetek erről már másról is. És akkor tényleg próbáltunk ilyen szabályokat húzni, hogy jó, akkor este nem beszélünk erről, vacsora közben, este 8 után nem beszélünk erről. De aztán, amikor az embernek a fejében állandóan ott pörögnek a gondolatok, akkor azért mindig azért bekúszott egy-két gondolat, tehát azért csak nem bírtuk megállni, hogy ezt ne beszéljük meg, de azért rájöttünk, hogy ez nem is fontos, mert ugyanúgy az életünk része ez a cég. Tehát tényleg mi ott egy harmadik gyerekünk kb. És ezért gondoltuk, hogy nincs is erre szükség, hogy teljesen ezt kizárjuk, de nyilván próbálunk azért, amikor lehet, akkor ezt nem behozni otthonra. És akkor abban menjünk, megegyeztetek, hogy mindenkinek lesz egy kis magánélete? Tehát az az én idő, ami neked nőként fontos, vagy akár anyaként fontos, és az az én idő, ami neki férfiként fontos, akkor ezeket így beiktattátok ügyesen? Igen, ugyanúgy megmaradt, tehát, hogy ugyanúgy eljárunk sportolni külön, vagy barátokkal, tehát ez ugyanúgy megmaradt, tehát ebben nem volt változás. Azért is kérdezem ezt így, mert az én lelki szemeim előtt ilyenkor mindig az van, hogy egy nap alá téve együtt van egy pár, holott amúgy ez nem egyenes arányosan igazolódik azzal, hogy valakik létrehoztak valamit közösen, de mégis azt látod, hogy az élet összes területén összefonódnak a szálak. Igen, talán én azt gondolom, hogy talán egy picit erősítette is a kapcsolatunkat a közös cél, a közös jövőkép. De ugyanakkor pedig nyilván nem vagyunk 0-24-ben együtt. Mindenkinek megvan a saját területe, mindenki teszi a dolgát. Csak egy közös célért dolgozunk. És mindeközben ugye nagyon izgalmas kérdés, hogy te anyuka is voltál. A gyerekek, ők azért már nagyobbak, tehát akkor, amikor ti a Buddy Shopot létrehoztátok itthon, akkor ők már ilyen tizenévesek. Tizenévesek voltak, igen, tinédzserek. Úgyhogy nem az volt, hogy mondjuk a nulladik pontról kell kezdened úgy a karrierépítésedet, hogy még az anyaság is akkor volt érdemben jelen, mint döntéskényszer, ugye nőként az életedben. És akkor ők ebben titeket hol segítettek? Vagy ők azt látták, hogy úristen, valami nagyon izgalmas történik az életünkben, egyetem fel tudták ezt mondani? Nem, ők azt látták, hogy kevesebb idő jut rájuk, és tényleg nekem lelkiismeret kudalásom is volt néha. De ugyanakkor pedig bevontuk őket, amit tudtunk, és segítettek. Tehát amikor a webáruházat elkezdtük csinálni, akkor az nem titok, hogy otthon csináltuk a családi háznak az egyik helységébe, és jöttek segíteni, csomagolni a lányok. És tényleg ők is részt vettek ebbe, és ott segítkeztek, tehát gyerekmunkát is. Gyerekmunkás volt benne, de szívesen segítettek, tényleg nagyon sok voltak. Úgy. Kimondható, hogy ez egy igazi családi vállalkozás. Abszolút, igen. Mennyire kell nektek az anyacéghez igazodnotok? Tehát itthon végül is azt csináltok, amit szeretnétek, vagy azért az, hogy onnantól kezdve ez egy franchise vállalkozás, nektek megvannak a kötelező lépések, amikhez tartanotok kell magatokon? Így van. Hát elsősorban az arculat, amihez ragaszkodnunk kell. Vannak olyan területek, amit az angolok meghatároznak, tehát az anyacéghez igazodni kell, hiszen mi franchise vagyunk. De ugyanakkor mondjuk a marketing stratégiát, a HR stratégiát, azt teljesen ránk bízzák. Tehát, hogy valamiben szabad kezünk van, valamiben meg ragaszkodnunk kell.
De egyébként adott esetben jó ismert, mert nyilván nekik nagyobb tapasztalatuk van. Ad egyfajta kapaszkodót számotokra, igen, hogy mi az, amit jó iránynak találnak ők, és nem rajtatok múlik mondjuk a döntésnek a súlya, hogy ez most jó lesz-e vagy sem. Hát igen, igen, bár mondjuk ugye 70 országban működik a body shop, és azért minden ország más, tehát minden országnak mások a sajátosságai, más marketing stratégia kell, más sales trendek vannak, tehát másképp viselkednek a vásárlók, tehát azért nem pont ugyanaz, de vannak, amiben tudnak segíteni, vannak a dolgok. Miért tűnt az jobb ötletnek, hogy egy már meglévő vállalatra csatlakozzatok rá, azzal szemben, hogy mondjuk akkor létrehozhatatok volna egy sajátot is, saját kozmetikumokkal, saját termékkínálattal, hogy mi volt az, ami mondjuk ezt eldöntötte, hogy melyik mentén fogtok cselekedni? Hát ez is a márka, de a márka szeretete, mert ahogy minél jobban megismertük, annál jobban akartuk, tehát annyi többet tudtunk róla, mert annyira szerethető, én azt gondolom. És azért egy új márkát bevezetni, az sokkal-sokkal nagyobb munka, és sokkal nehezebb, és sokkal kockázatosabb. Tehát ez a cég, ez 46 éves, 46 éve van a világban, rengeteg tapasztalattal, közel 3000 bolttal, webáruházakkal. Én azt gondolom, hogy ez elég biztosíték volt számunkra, hogy ennek Magyarországon is működni kell. A vásárlókat ti figyeltétek, hogy ők mit szólnának ahhoz, hogyha megérkezne egy új termék a piacra? 10 évvel ezelőtt mondjuk hol jártunk, akkor volt 2012, tehát akkor már túl voltunk azon a korszakon, amikor azért megnyíltak a piacok, jöttek be külföldi termékek, de mondjuk mennyire számított újdonságnak az, hogy fenntarthatóság, természetes kozmetikumok, és mennyire volt erre igénye a piacnak? Ez nagyon érdekes, mert tehát mi úgy láttuk, hogy erre tényleg van igény, nagyon sok ismerősünk, főleg olyan, aki mondjuk kint dolgozott külföldön, vagy babysitterkedett, ismerte a márkát, és mindig kiállt Ausztriába vásárolni. És tehát, hogy volt rá igény. Ugyanakkor viszont ez a fenntarthatósági kérdés, ez Magyarországon 10 évvel ezelőtt még nem volt annyira fontos az emberek fejében. Tehát amikor beszéltünk a vásárlóknak arról, hogyha megveszed ezt a terméket, ezzel támogatod mondjuk iskolák építését Hondurasban, vagy Gánában a női közösségnek a tagjait, hogy tudják tanítani a gyereküket, vagy, tehát bármit támogat ezzel a vásárlással, akkor csak néztek ránk, hogy mi van, miről beszél. Tehát először, és aztán, ahogy telt az idő, egy picit talán nekünk is köszönhetően, de egyre fogékonyabbak lettek az emberek, és most már tényleg van olyan vásárló, aki úgy jön be, hogy ilyet veszek, és azért, mert tudom, hogy ezt duplán jót teszek, tehát nem csak akinek adom, hanem azzal is még, aki ezt készítette, azt támogatom, és hogy ezért jön be vásárolni, nagyon sok ilyen tudatos vásárló van, illetve tudják, hogy ugye környezetbarát, állatkísérletmentesek a termékek, és nagyon sok embernek ez is fontos. Tehát most már azt látjuk, hogy most már igenis Magyarországon fontos ez a kérdés. Mégis még egy apróság, tehát hogy van-e igény erre. Emlékszem, hogy amikor megnyitottuk a legelső boltunkat az Aréna Plázában, akkor volt egy hölgy, aki a mobiltelefonjával hívta a barátnőjét, gondolom, és én euforisztikus állapotban mondta, hogy képzeljétek, itt állok egy igazi body shop volt előtt, képzeld el, egy igazi body shop, és teljesen ilyen örömmel telefonált, és ez nekem akkor annyira jól esett, hogy ez annyira jó volt ezt hallani, ez visszaigazolás volt. Ahogy te előtte is használtad egyébként ezt a terméket, vagy legalábbis számodra személy szerint fontos volt az, hogy már ezekre figyelj a saját testápolásodban és kozmetikumaidban, hogy egyáltalán állatkísérletes legyen, olyan anyagokat tartalmazon, ami természetes, nincsenek benne kemikáliák, stb. Vagy ezt a cég hozta meg benned is magával? Ez nagyon érdekes. Valahol ott volt bennem ez, de a cég hozta be igazán. Tehát akkor kezdtem érezni, hogy tényleg fontos, és most nem is tudnám másképp. Hát jó, mert akkor ez tényleg azt mutatja, hogy így lehet igazán azonosulni valamivel, ami az embernek a szenvedélyévé válik, és hogy tényleg ott érzed a zsigereidben, és ez visz előre. Tudom, hogy azt mondják, hogy nőtől a korát és a súlyát nem illik kérdezni, de annyit engedj meg, hogy azt megkérdezzem, és akkor onnantól kezdve egyébként tudni fogjuk, hogy hol tartasz most, de egy gyönyörű nő vagy, mi a háttérben beszélgettünk erről, hogy szép a bőröd, tök jó a kisugárzásod, szóval senki meg nem mondaná egyébként, hogy mi a korod. Köszönöm. De hány éves voltál akkor, amikor te karrierváltóként meghoztad ezt a döntést?
Hát ez ilyen 40-es éveimben voltam. 40-es évek. Szóval akkor már az ember azért nem nagyon szokott változtatgatni, nem? Jobb neki a biztos terep, jobb az, hogy ismerős valami. Ezt csak azért is kérdezem, és szeretném ezt tudakolni tőled, hogy egy nőnél ez mindig sokkal izgalmasabb kérdés. A karrieremben hol tartok, anyagilag hol tartok, a saját biztonságom, a gyerek és a gyerek nevelés, vagy éppen vállalás kérdése. Tehát, hogy mondjuk mi minden nem voltál már akkor túl, és mi az, ami még előtted volt, és ezt szeretted volna megélni? Én azt gondolom, hogy amit akkor elértem abban a helyzetben, akkor az teljesen rendben volt. Tehát én soha nem akartam nagy cégben igazgató lenni, vagy, de amit akkor elértem, az rendben volt. Volt két gyermekem, nem szerettem volna többen, viszont szerettem volna olyat csinálni, amit szeretek. És pont ezzel a céggel jött be ez a szenvedély, ez a szerelem, amivel sokkal könnyebb dolgozni. Mi volt az, ami miatt azt mondtad, hogy ezt a céget szeretnéd? Tehát, hogy voltál valahol nyaralni, vagy hozott egy barátnőt külföldről, és akkor elkezdted nézegetni, hogy ez mi az, most ez kenjem magamra, ne kenjem. Tehát mi volt az, ami vízválasztó volt a számodra? Ez nagyon érdekes történet. Sok-sok évvel ezelőtt a férjem unokatestvére egy angol lányt vett feleségül, és mentünk az esküvőre, ami Dél-Angliában, Salisbury-be volt. És az esküvő előtt bementünk a városkába körülnézni, és én csak azt vettem észre, hogy a női rokonság szinte az összes tagja így sikítva berohant egy boltba, hogy patisok, és akkor néztem, akkor nekem még nem volt ismerős a márka, hogy mi ez, és akkor én is bementem, és akkor tényleg én is egyből, tehát tényleg egyből rabul ejtettek az illatok, az egész boltnak a hangulata, az, hogy mindent ki lehetett próbálni, az, hogy tényleg jó illatok voltak, és akkor természetes, és hú, hát én is egy nagy szatyorral jöttem el, és itt kezdődött a szerelem, és utána már tudatosan kerestem, és most tényleg így, tehát nem is használtam aztán már mást. Mi az a fajta elköteleződés, ami titeket is beszippantott például kifejezetten ebbe a cégbe, hogy aki a Body Shopot választja, az egyébként mit választ? A Body Shopnak a filozófiája, az értékei, ami mentén működik, az szerintem annyira egyedi, és annyira szerethető, legalábbis számunkra, meg még a kollégáink számára, és elég sok ember számára, hogy ez, ami engem is megfogott. Tehát a fenntarthatóság, hogy vigyázunk a környezetünkre, mert egy bolygónk van, az, hogy nem tesztelünk állatokon, mert nincs is értelme, és egyébként ez egy állatkínzás, azt, hogy odafigyelünk az emberi jogokra, odafigyelünk a környezetünkre, a kollégákra, a partnereinkre. Ez számomra ez egy olyan felfogás és egy olyan filozófia, amiben nagyon tudok azonosulni. És ugye a Body Shop nem csak beszél róla, mert nagyon sok csak beszél róla. Épp akartam mondani. Hanem tesz is. És nagyon sok dolga miatt megváltozott. Tehát nagyon nagy hatása van a világra. És ez is a célja a cégnek, hogy hatással legyünk a világra. Mindenképpen egy pozitív változást hozzunk a környezetünkben, és ezáltal a világban is. Ez még ha banálisan hangzik is, de meg lehet tenni. És én a cégvezetőket is mindig arra biztatom, hogy lehet az üzlet kicsit a jóért való harc eszköze is, vagy lehet egy kicsit eszköz is arra, hogy jót tegyünk a világba. Tehát, hogy persze kell a profit, kell az üzlet, hát azért dolgozunk, de ugyanakkor ezt lehet úgy is csinálni, hogy közben másoknak segítünk, és tényleg pozitív változást hozunk. Ez egy nagyon érdekes szál, amit most behoztál, hogy maga az üzlet tud-e olyan felfogással bírni, hogy ez tényleg nem csak a pénzről szóljon, hanem van mellette egy eszme, ami mentén azért tudtok működni. Ez neked sikerül egyébként másokba is átültetni? Tehát tudsz te annyira szemléletformáló lenni, ráadásul női vezetőként, hogy ezen akár el is gondolkoznak? Vagy van olyan történet a birtokodban, amit te indítottál el? Szerintem igen, mert Ahogy mi működünk, és látszik, hogy tényleg ez nem csak pénzkérdése, hogy tényleg kicsit másképp gondolkodva, szerintem nagyon sokan rájöttek erre, és most már szerintem van egy pár cég, akinek ez fontos, hogy ezt csinálja, és így működjön. Amikor egy ilyen sikertörténetet látunk, jó pár év elteltével, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez mindig így volt.
de ez mindig tényleg így volt, és így van. Tehát, hogy ott vagy 40x évesen, egy biztonságos közegben, tudod, hogy havonta mennyi pénz jön a számládra, tudod, hogy a férjed is mit tud hozzátenni a családhoz, milyen rendszerben működtök, és aztán jön egy pont, ami nem a 100 plusz egyedik pont lesz, hanem kvázi a nulladik. Mert vissza fog titeket rakni egy olyan szintre, ami tök idegen terep. Ugye te is mondtad, hogy gyakorlatilag még nem dolgoztatok vállalkozóként, még a családban sincs benne ez a morál. Mennyi nehézséggel jár egy ilyen váltás, vagy lemondással? Nagyon, nagyon nagy nehézséggel jár, és sok lemondással. Tehát nem 8-10 órát dolgoztunk akkoriban, főleg az elején, hanem a napi 16 órákat. Tehát az, hogy az eleinte muszáj volt, tehát kellett, meg tényleg láttuk, hogy folyamatosan tenni kellett bele az energiát. Nagyon sokat dolgoztunk, tehát ez nagyon sok lemondással járt, főleg a gyerekek szempontjából, amit kevesebb idő jutott rájuk, de megoldottuk. És Ez nem mindig rózsaszín történet, tehát nyilván voltak nálunk is hullámvölgyek, mélypontok, most például legutoljára ugye az a Covid, aki nem volt ebben benne, az tényleg nem is tudja, de minket is nagyon megtépázott itt a Covid időszak. Tehát mindig vannak nehézségek, de valahogy mindig fölállunk, és ez jó. Na, engem nagyon kíváncsivá tesz viszont az a valahogy. Uh-huh. Az hogyan? Ehhez mi kell ilyenkor, hogy képesek legyetek a földről felállni, amikor azt érzitek, hogy az élet az beledöngölt benneteken? Uh-huh. Szerintem a hit. Hogy hiszel. Hiszel benne, hiszel abban, hogy ezt meg lehet csinálni. És itt megint a szenvedés, az elkötelezettség is, ami ide bejön. Volt már olyan, amúgy, hogy közel álltál a feladáshoz? Volt, igen. Azt nekem így négy szem közben valhatod. Mert szégyen azt kimondani. Az első két év nagyon kemény volt, és akkor volt, hogy az első év végén, vagy első évben gondolkoztam, hogy hát inkább visszamegyek a pénzügyi szektorba, aztán nem is, és ezt jól tettem. És olyankor mi okozta a legnagyobb nehézséget? Az anyagi nyomás, a teljesítmény, vagy az, hogy olyan élethelyzetekkel találkoztál vállalkozóként, vagy akár nőként, ami amit teljesen újdonság volt. És a te személyedet azt olyan módon érintette, hogy mondjuk nehezen tudtál megküzdeni vele. Ez pontosan így együtt minden. Tehát az új kihívások, a nyomás, a felelősség, az anyagiak, tehát minden együtt. Tehát így egyszerre így kicsit sok volt. Az, hogy szinte nulla szabad idő volt, mert szerintem az ember, akinek cége van, saját cége van, az állandóan ott van a fejébe, 0-24-be gondolkodik, nincs hétvége, tehát hogy a szombaton most nem gondolkodok a munkámat, nincs ilyen, szóval, hogy tehát, hogy ez mindig ott van, és lehet, hogy hajnalban fölébredtem, és akkor jutott eszembe egy jó gondolat, és akkor ez van. Föl kell írni gyorsan. Így van, föl kell írni. És vállalod azt, hogy még egy óra, mire újra visszaalszol, de legalább van egy új élmény. Igen. Mennyire acélosodtál meg női vezetőként? Egy olyan finom lelkű nő vagy, egy annyira visszafogott, de azért kell egyfajta üzleti, egy vezetői attitűd, egy olyan habitus, amivel képes vagy megmondani az embereidnek azt, hogy ez az irány, és ebbe megyünk. Ez mindig ott volt benned, így titkon? Hát nem. Sokat keményedtem, igen, sokat erősödtem, én inkább így mondanám. Emlékszem, hogy amikor először el kellett valakit küldeni a cégtől, én lelki beteg voltam, én nem aludtam éjszaka, tehát előtte már teljesen ki voltam, és ugyanígy, amikor az első ember felmondott, akkor is teljesen lelkemre vettem, hogy de édes vagy. Most miért? És aztán megtanultam, hogy az élet megy tovább, és ugyanígy lehet dolgozni, hogy eddig. Úgyhogy igen, tehát meg sokat keményedtem azóta. Azt te például, hogyha most egy picit így saját magadon elgondolkozol, meg tudnád fogalmazni, vagy meg tudnád fogni, talán így kérdezem, hogy mi az, amiben változtál? Jó vagy rossz irányba, bár a rossz irányt az ember magáról nem feltétlenül szereti bevallani, és nem is ezt akarom belőled kihozni, hanem hogy meg tudod-e fogalmazni azt, ami által te másabb lettél, vagy akár több lettél, így is kérdezhetem. Sokkal határozottabb lettem, de több lettem. Több lettem azáltal, hogy kicsit kinyílt a világ, megismertem ezeket az értékeket, ezt a filozófiát, és innél többet megtudtam így a fenntarthatóságról, a környezetünkről, a világról.
ebből a szemszögből, és ezáltal én több lettem, tehát sokkal, sokkal másképp látok dolgokat. Te hova pozícionálod egyébként magadat női vezetőként? Itt-ott lehet hallani és látni a nevedet, de vannak ugye nagyon-nagyon kimagasló személyiségűek is, akik mondjuk egy multinak a magas pozíciójában lévő nőként előadásokat tart, állandóan ott van, még akár a tévéképernyőjén is ott van, viszont azért maga a cég és az, amit ti felépítettetek itthon, az kellő magabiztosságra és egy tudásbázisra enged következtetni engem. Hogy ebben te hol helyezed el saját magadon? Én nem vagyok celeb, tehát én nem, tehát hogy biztos, hogy nem, tehát hogy nem, nincsenek bennem ilyen ambíciók, hogy én most valahol közismert emberként én jelen legyek, de ugyanakkor érzem, hogy szükség van beszélni a cég küldetéséről és arról, amiért itt vagyok, mert nyilván én se lennék itt, hogyha ez a sokadik kozmetikai márka lett volna Magyarországon, nyilván nem akartam volna ezt a márkát, ami nekem fontos volt, ez a filozófia és az értékek, ami mentén működik. Voltatok ti például Forbes magazinban is, tehát én nem emlékszem még arra, amikor rólatok olvastam a cikket, nekem annyira izgalmas volt. Úristen, én még bevallom őszintén neked, akkor nem is tudtam, hogy egy magyar pár hozta létre itthon ezt a cégcsoportot, hanem azt gondoltam, hogy mint oly sok más cég esetében, jöttek ide Magyarországra, és akkor kitalálták, hogy majd itt lesz, és akkor piacot és teret szereznek maguknak. És annyira izgalmas volt azt hallani, illetve olvasni, hogy hogyan építettétek föl. Most is iszom a szavaidat egyébként, hogy milyen kis személyes történetetek van. Tudsz-e olyan nőkről, vagy van-e egyáltalán olyan közeg, amiben te tudsz több vagy más női vezetőknek segíteni a saját tapasztalataidon keresztül? Vagy szoktak-e hozzá például ilyen kérdéssel fordulni, hogy te, Ildi, azt találtam ki, hogy most létrehoznék mondjuk egy babaruha üzletet, de fogalmam sincs, hogy kezdek hozzá, hogy segíts már egy kicsit. Igen, volt ilyen, és nagyon szívesen segítek is. Van egy klub, ahova járok, ez a Bizalmi Kör, az a neve, és itt nagyon sok cégvezetővel találkozom, nőkkel is, férfiakkal is, és a hölgyek között nagyon sok olyan van, akivel szoktam beszélgetni, és akit remélem inspirálni tudok. Biztosan, mert egy olyan típusú nő vagy, akihez szerintem bátran lehet is fordulni, nem? Hogy azt érzem, hogyha mondjuk én kérdeznék most tőled valamit a saját cégemmel kapcsolatban, ami nincs, csak hogy így elképzelhetünk most Anitának egy céget, akkor mernék hozzád fordulni, mert azért az üzleti világ az egy nagyon ingoványos telep, nem? Vagy hol tart ma az üzleti kultúra? Én nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalatodra, hogy szeretjük megosztani az információkat, a tudást és a tapasztalatot, vagy szeretjük inkább magunknak megtartani, mert nem akarjuk, hogy a másiknak sikere legyen. Ez a vezetői klub, ez a Bizalmi Kör, ez pontosan azért jó, mert itt tudásmegosztás és tapasztalat megosztása alapul az egész, és itt tényleg olyan tagok vannak, akik ezt örömmel megteszik, és szívesen megteszik, és tudják is. És én azt gondolom, hogy igen, így sikerül másokat is segíteni, illetve inspirálnom. Mit látsz, hogy mondjuk azok a nők, akik még azelőtt állnak, amint te már keresztül mentél, nekik mi okozza a legnagyobb kérdést az életükben, meg a karrierjükben? Nem hisznek önmagukban. Tehát nem bíznak abban, hogy ezt meg fogják tudni csinálni. Szerintem már egyébként is jellemző, hogy a nőknek elég kevés az önbizalma manapság. Tehát, hogy mindenki szupermodellekre akar hasonlítani, pedig ugye az átlagos nő az nem ilyen. Tudnék mesélni én is neked, igen, egyébként mindenkinek megvannak ezek a vívódásai, ezzel teljesen egyetértek. Abban nem hisznek, hogy ők maguk képesek lennének ezt megcsinálni, vagy valami egészen más van ott titokban, amik családból hozhatják azt, hogy... Az is lehet, hogy nincs senki mellettük, akiktől biztatást kapnának, vagy nincs példa előttük, vagy nem tudják, hogy induljanak neki. Tehát nagyon sok oka lehet ennek, de én azt gondolom, a legfőbb ok az inkább az önbizalom hiány, tehát az, hogy nem hiszik, hogy meg tudják csinálni. Mert hogyha vállalkozás, akkor egyből mindenki nagyot akar ugrani, nem?
akkor azt akarják, hogy ne kelljen már semmit hirtelen csinálnom, hanem akkor beülhetek a nagy autóba, elmehetek a távol-keleti országba, hetekre, hónapokra nyaralni, majd minden megy magától. De hát ezt te is mondtad, hogy azért nem így működik, igaz? Nem így működik, így van. Tehát mindenki azt hiszi, hogy ha majd nekem cégem lesz, akkor nem kell dolgoznom, akkor majd én ülök, és akkor az alkalmazottak dolgok. Hát ez nem így működik. Ezt ki kell ábrándítom mindenkit, aki esetleg ezt gondolja. Nem így működik, adott esetben még néha több munkával jár, mint az alkalmazotti lét, és nyilván nem úgy van, hogy kijövök a munkahelyemről, és eldobok mindent, tollatszeruzát, laptopot, és akkor már nem érdekel semmi, hanem nyilván ez egy folyamatos történet. Tehát nyilván van előnye is, meg hátránya is ennek a cégvezetősdinek. Ugyanakkor megad egy bizonyos fokú szabadságot, egy nagy fokú szabadságot, amivel lehet élni, és aki jól él vele, azt tudja élvezni. Olyan jó pofán fogalmaztad meg, talán nem te használtad a játékszót, de nekem abszolút az jutott eszembe, hogy ez lehet egy jó játszótér egy nő számára, de milyen skilleket, mindig ezt a szót szoktam használni, szerinted milyen tudás, milyen képességeket vár el egy nőtől ahhoz, hogy ebben a piaci környezetben jól tudjon funkcionálni? Nem, az empátia nagyon fontos. Empátia, én mindig azt mondom, hogy szenvedélye. Tehát valamit nem lehet csinálni csak félig. Tehát, hogy ugye az alapító, Marisop alapítója, az Anita Roddick is azt mondta, hogy legyél egyedi, sohasem átlagos, szenvedélyes, különleges, empatikus, de sohasem átlagos. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, és én is ezt mondom, hogy merni kell kilépni a komfortzónából, és ha kell, akkor kiállni valami mellett, vagy ha kell, akkor beletenni azt a rengeteg munkát és energiát, mert másképp nem megy. Te milyen emberekkel vetted körbe magad üzletasszonyként? Mert ez egy nagyon érdekes dolog lehet, hogy mennyien tudtak rád csatlakozni, és hogy mondjuk voltak olyan barátok, akik leváltak rólad, vagy te váltál le róluk, mert mondjuk már nem ugyanaz volt a motiváció, nem ugyanaz volt az érdeklődés, vagy éreztél féltékenységet, mert a siker az sajnos sokszor hozza magával ezt is. Igen, ilyen is volt, olyan is volt. Tehát nyilván volt olyan is, hogy éreztem, hogy valaki azért szeretne barátkozni, mert úgy gondolja, hogy én egy sikeres nő vagyok, és akkor az milyen jó lesz neki is. Illetve volt, de nagyon sok. Én azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, ha majd nagyon sok olyan barátunk van, aki ebben támogatott, meg támogat is, és a mai napig ott van velünk. Tényleg ezek 20-30 éves barátságok. A másik pedig, hogy mondjuk ha olyan téma van, amit mondjuk nem tudok megbeszélni velük, mert ők nem a vállalkozói létben vannak, akkor ott van ez a vezetői klub, amit már említettem, ott nagyon sok vezetővel tudok konzultálni, beszélgetni, egymástól akár tanácsot kérni, akár egymást inspirálni, és ez nekem nagyon fontos. Ugye megtaláltam az egyensúlyt. Te azért egy nagyon sok milliós céget vezetsz. Milliósan jó vagyok, vagy akár nagyobb számról is beszélhetünk? Milliárd. Tehát ez egy nagyon sok milliárdos cégvezetés. Nem sok milliárdos, oké, tehát hogy akkor egy milliárd, ami, igen. Tehát hogy ez így egy szépen hangzó szám, de azért ez egy átlagot jelent, tehát hogy azért ebből vannak költségeitek, természetesen senki ne azt gondolja, hogy most így, de amúgy meg gondolja nyugodtan, csak tudod, azért az emberek ilyenkor hajlamosak ugye skatujázni. Mi segített neked abban, hogy te ne váljál talajvesztetté, hogy meg tudj maradni az a finom, az a kedves, az a bájos nő, amit, hogyha én így mondhatok rád, a magad visszafogottságával, a magad hitével, hogy ne szállj el ennek a mondjuk ki nagyon nem nagyon sok, ennek a milliárdnak a hatására. Érted, hogy mit szeretnék ezzel kérdezni? Mert igen, azért értem. Hajlamosak vagyunk rá emberek, igen. Hogy én már megtehetem, én már egy kicsit gőggel kezdek el beszélgetni, de rajtad a halovány jelét se érzem ennek. Igen, én azt gondolom, hogy csak úgy lehet valaki sikeres, ha van benne egy jó értelembe vett alázat. Tehát kell egy szakmai alázat, kell az, hogy szerintem egy cégvezető soha nem szállhat el. Amelyik elszáll, az el fog bukni. Én nem gondolom, hogy ez fenntartható hosszabb ideig. Tehát lehet, hogy egy pár évig el van, de szerintem sokáig nem tud, aki nagyon elszáll, és azt mondja, hogy én már mindent megteltek, én már, tehát ilyen nincs. Azt gondolom, hogy kell egy bizonyos fokú alázat, és a kihívások, tehát az, hogy folyamatos kihívásokat kapok. Tehát nem az van, hogy hú, most már minden oké, hanem mindig jön valami. Tehát, hogy
és nem kicsik, nagyok, és ezeket mindig meg kell oldani. Tehát folyamatos mozgásban vagyunk ezzel kapcsolatosan. Számodra van olyan nő, aki példaértékű? Mondtad, hogy nem vállalkozó családból jössz, tehát mondjuk te lehetsz már a további generációknak példa családon belül, de akár barátok között, vagy akár az üzleti világban. Az üzleti világban az elsődleges példaképpen az a Badisoknak az alapítója, az Anita Roddick, ugye 1976-ban alapította a céget. Ő egy angliai Brightonban élt, és ő egy hippi csaj volt gyakorlatilag, és volt két lányuk, és a férjével megbeszélték, hogy a férje fél évre elmegy lovagolni Amerikába, mert most ő egy ilyet szeretne, és akkor Anita ott maradt két gyerekkel, és úgy, hogy volt egy éttermük, de az annyira nem ment, és ott volt két gyereke, és neki kellett találni, hogy most mit kezdjen, hogy tudjon megélni a gyerekekkel. És ő már régóta őt foglalkoztatta az ilyen régi ősi szépségrecepteknek a kutatása, és volt egy gyógyszerész barátja, akinek a segítségével ezeket a régi szépségrecepteket így kikevertette ilyen kis tégelyekbe. És rájött, hogy ez milyen jó, és elkezdte árulni is ezeket a kis kézzel kikevert krémeket, ami abban az időben nagyon nagy dolognak számított, hiszen a 70-es években akkor ugye minden műszálas volt, műanyag, nejlon, harisnya, jersey, ruha, tehát minden akkor jött úgy nagyon inkább műanyag felé, mert nem a természetes felé. És akkor ő egy nagyon újdonságnak számított ebbe, úttörőként, hogy ő természetes alapú kozmetikumokat kezdett kikevertetni, de azért óriási sikere is volt. Brightonban még mindig megvan az emléktábla a boltnak a helyén, ahol az első boltot nyitotta, és ott a nyáron nyitotta a boltot, és a járdára cseppentett ilyen illóolajokat, és attól még finomabb illat volt, és bejött, igen. Jó, milyen jó kis marketing fogás ez, igen. és akkor az emberek egyre jobban szerették ezt a terméket, ezeket a termékeket, ezeket a természetes alapú kozmetikumokat, és még eleinte ilyen visszaváltató tégelyekbe árulta, mert úgy olcsóbb volt, illetve azt nem tudom, hogy tudod-e, Anita, hogy miért zöld a Badisoknak a színe. Ugye ez a sötét zöld, amit így látunk sok helyen. Én azt gondoltam, hogy a természethez van köze. Igen, de akkor még nem volt ilyen nagy környezettudatosság, így a 70-es években akkor nem volt, hanem az az első volt, ahol az Anita, ő is Anita. Igen, én mindig azt hiszem, hogy rám gondolt, aztán vissza kell térnem a valóságba, hogy nem rólam beszélt, mert szeretnék egyre sikeres lenni, igen. De Anita Roddick az első boltot nyitotta, ott csak ezzel a sötét zöld színnel tudta eltüntetni a penészfoltokat, amik voltak a boltban, és ezért lett ez a színe. De durva egyébként, hogy egy természetességet hirdető cégnek amúgy a penészfoltokat kellett eltüntetni. Nem olyan boltot tudott csak bérelni, ami ugye nem volt anyagilag annyira jó helyzetben, és csak ilyet tudott bérelni. Illetve, ami még érdekesség, hogy az első volt egy temetkezési vállalat mellett nyitott. Na most Angliában vagyunk, ezt tudjuk, hogy a body shop az angol ugye testboltot jelent. És a temetkezési vállalat ott nyílt az első bolt, és aztán nyilván is be is perelte ott a temetkezési vállalat, de ez csak jót tett a hírnevének. És igen, szóval ő is elég nehezen indult, de eltökélt volt, szenvedélyes volt, folyamatosan kutatta ezeket az ősi szépségrecepteket, és gyakorlatilag akkor jött az be, hogy ezeket a régi ősi szépségrecepteket felhasználta a modern tudományos kutatás eredményeivel együtt, és ezáltal lettek ezek a termékek ennyire hatásosak. Tehát, hogy az, hogy mondjuk jó a seja vagy a bőrünknek, vagy az epermagolaj, az ugye rendben van, de hogy milyen formába kenjük fel, mikkel kenjük fel, hogy a bőrnek olyan rétegeibe hassanak, ahol tényleg jó, hogyha ott vannak. Tehát ehhez már kell a tudomány. És a kettő ötvözése szerintem a titka ennek, hogy ilyen sikeres lett. És akkor visszatérve a kérdésedre, hogy ő példaképpen, mert ő szenvedéllyel csinálta, eltökéltséggel azt hirdette, hogy soha ne légy átlagos, ő egy aktivista volt, aki ha kellett, akkor a bálnák megmentéséért kampányolt, ha kellett, akkor a családon belüli erőszakért, ha kellett, akkor éppen az állatkísérletek ellen. Tehát ő mindig kampányolt valamiért, és kiállt jó dolgok mellett, amivel tényleg ezt a céget 46 éve
lehet működtetni ezekkel az elvekkel. Még Anita sajnos már nem él, de... Volt lehetőséget találkozni vele? Sajnos nem. Sajnos nem, de nagyon inspiráló nő volt. Hallottam róla, láttam róla videókat, képeket. Nagyon szerettem volna vele találkozni. De sajnos ő 86-ban meghalt, úgyhogy... Minden esetre azért általad most kaptunk egy kis eszenciát a Body Shopból is, illetve arról, hogy milyen ma Magyarországon sikeres vállalkozó nőnek lenni, és nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad velem ezt a beszélgetést, és bepillantást engedtél mindenbe. Banga Ildikó volt ma a vendégem, a rádióhallgatóktól most ugyan elbúcsúzunk, viszont itt a YouTube-on fogjuk még folytatni a beszélgetésünket, mert hogy Ildi megmutatja nekem az üzletet, és egy picit bepillantást enged a színfalak mögé, hogy ez mit jelent pontosan, az mindjárt kiderül, tartsatok velünk. Viszont hallásra, viszontlátásra, sziasztok! A műsorszámot a Nutriverzum támogatta. Annyira jó volt hallgatni a múltkor, olyan lelkes voltál, annyira éreztem, hogy így átjárja minden porcikádat ez a hitvallás, amit a Body Shop képvisel. De jó ezt hallani, tényleg, ez valóban így van. Éreztem rajtad egyébként, hogy szokatlan volt a terep, hogy interjút adtál, de hogy érezted magad? Abszolút jól éreztem magam, meglepő módon, mert egyébként tényleg nem egy szokásos terep nekem ez a szereplés, de nagyon jól éreztem magam. Na viszont most hazai pályára csábítalak, egy kicsit megismerjük az üzletet, jó? Gyönyörűek vagytok, de tudod rólam, hogy imádom ezt a berendezést egyébként, és ez az illat, nem tudom, hogy tudjuk ezt a nézőknek átadni, ezt az illatot. Hogy most arra kérlek téged, Ildi, egy kicsit vezess be engem az olyan kulisszatitkóba, mint hogy például melyik a kedvenc terméke a vásárlóknak, hogyha Body Shopról van szó. Hú, az egyik legnépszerűbb termék, az például a testvajakon belül a sejás testvaj. Igazából ez az egyik legtöbbet vásárolt termék. Azt kell tudni róla, hogy 96 órán keresztül hidratál, tehát nagyon-nagyon jól hidratálja a bőrt. Nem csak sejvajat tartalmaz, hanem kakaóvajat is tartalmaz, és biobabaszú olajat Brazíliából. De mitől lesz ez testvaj? Tehát ez, mindenki testápolót szeret használni, ez is olyan, én tudom, hogy olyan isteni. Az a nagyon finom, nagyon, igen. Azt érzem, hogy olyan puha, már az illata által. Szóval, hogy mi az, hogy vaj, és mi az, hogy testápoló? Mert bennem van egy kis képzavar emiatt. Testvaj egy gazdagabb textúrájú testápoló, és ugyanolyan gyorsan beszívódik, mint a testápoló, és a testvaj a test melegétől így ráolvad a bőrbe, beszívódik, és szép puha és bársonyos lesz a bőre, tehát egy sokkal gazdagabb testápolóról beszélünk. Elsősorban a szárazbőrűeknek jó, de bárki használhatja. De amúgy ez egy nagyon speckó termék, mert hogy a Body Shop volt az első, aki testvajat fejlesztett, nem jól tudom? Így van. A Body Shop volt az első, aki kitalálta a maga a testvaj szót és a testvajat, mégpedig a legelső az a mangós volt. Amikor azt érzed, hogy beleharagnál egy krémbe, akkor a mangó az az? Ez olyan, mint egy igazi mangó. Nagyon. Eszméletlen. Azokat az illatokat úgy szeretném nektek megmutatni, szóval csak így buborékba képzeljétek ide. És ez volt a legelső Body Shop termék? Ez volt a legelső testvaj, 1992-ben alkották meg a testvajat, és az legelső a mangós volt, és mégpedig úgy, hogy az alapító Anita Rodiknak az egyik lánya találta ki ezt a szót, hogy testvaj, meg gondolkoztak rajta, hogy mi legyen ez a testápolónak a neve. Hát ez olyan, mintha akár meg is lehetne enni, annyira finom, meg természetes, meg jó illata van, és hogy olyan, mintha a bőrünkbe beleolvadna. És mi legyen a neve? Hát akkor legyen testvaj, mert akár ehető is lehet, annyira finom illata van, és összetevői. És Ildi, mind múlik az, hogy én azt érzem, hogy tényleg meg szeretném enni? Tehát, hogy az illatanyag, az honnan kerül bele? Annyival több cseppet tesznek bele? Hát ez abszolút ez? Természetes, tehát mangómagolajat tartalmaz elég nagy mennyiségben, meg ő is vajat tartalmaz, és kakaóvajat. Ugye ez mind a három segíti a bőr rugalmasságát, nagyon sokan használják például ekcémás bőrre is, nagyon erős, például a sejavaj egy gyulladás csökkentő is, tehát nagyon jó puhítja a bőrt, és a rugalmasságát növeli. Azoknál a termékeknél, amikre azt mondjuk, hogy kemikáliák, mik azok az anyagok, amik ott benne vannak, és ti ezt abszolút ignoráltátok, és nincs benne a Body Shop termékekben? Én úgy mondanám, hogy durva kőolajszármazékokat nem használ a Body Shop, tehát valamennyi minimális mesterséges anyagot muszáj beletenni, hiszen akkor megavasodnak két nap alatt a polcokon, mivel ez annyira természetes anyagok vannak, tehát valamennyit bele kell tenni, de a Body Shop igyekszik mindent természetes alapanyagokkal pótolni, amit lehet, illetve amit nem, az pedig durva kőolajszármazékok, rákkeltő anyagok nincsenek benne.
Tehát ez... Ez egy óriási különbség. Igen. Figyelj, csak kiszúrtam itt a fejed mögött egy nagyon-nagyon különleges terméket, ezt még eddig nem is figyeltem meg, de hogy jól látom, hogy ott egy különleges, mások által más területen hasznosított nemzetközi jelzés. Látok, ez a Kender magnak a levele, nem? Vagy virág a levele, igen. Igen, az egyik legnépszerűbb. Egyik legnépszerűbb kézkrémünk egyébként a Kender magolajos kézkrém. Ez kenderből készül, de nem attól a kenderből, amitől jó kedvünk van. Hogy jó kedvünk lesz, ha megkenjük, csak másképp. Igen, végül is ez is örömmel ad okot. Tehát ez nem az, tehát nincs benne THC meg ilyenek, viszont nagyon-nagyon gazdag antioxidánsokban, linolinsavban, ami a bőrnek nagyon jó, és még ha kipróbálod egyszer, akkor még észreveszed, egy pici védőréteget is képez a bőrön, tehát hogyha egyszer megmosod a kezed, még érezni fogod, hogy azért van rajta. És tök jó kedved lesz. És jó kedved lesz. Ezt azért megszagolhatom? Tehát ennek például van egy különleges, speciális illat? Mert igen, hát ilyen növény. Azért ismerjük az illatot nagy átlagban, hát mondjuk. Nem olyan, de nagyon ilyen növényi. Növényi, ennyi, tényleg, igen. Amúgy nem, sose tolakodom. Tehát mindig azt érzem egyébként, amikor válogatok itt a polcokon, hogy valaminek annyira magával ragadó az illata, ami úgy visszanőröd, én ezt akarom magamon érzni, ez nekem a kókusz volt az első termék, amit próbáltam tőletek, és azt mondtam, hogy úristen, de finom, és mennyire intenzív, és soha nem azt éreztem, hogy úgy megterhelni a bőrömet. Na jó, hát önmagában ettől jó kedvünk lett, ugye ez egy jó szóvicnek használható. Van olyan termék, ami neked kifejezetten kedvenced a sajátjaitok közül, ha ilyen kulisszatitkot el lehet árulni? Hát igen, amit én most arcápolóba használok, azt megmutatom. Na, nektek, kérlek. Ami a kedvenc arcápoló családomat, mégpedig az a neve, hogy Oils of Life. Ez gyakorlatilag három eszenciális illóolajat tartalmaz, tehát fekete kömény magolajat Egyiptomból, kamélia magolajat Kínából, és csipkebogyó magolajat Chiléből. Jó sok helyről tettétek össze azért, lássuk be. Ezen kívül még hétféle eszenciális olajat tartalmaz, nagyon erős antioxidáns mindegyik. Ez kifejezetten anti-aging krém, tehát az érett bőrre ideális, nagyon jól táplál, feszesít, és ugye a káros környezeti hatásoktól megóv erős antioxidáns hatása. Te vagy az a nő, aki így azt gondolom, hogy példaként állhat minden más nő előtt, aki, hogyha ilyen terméket használ, azt látom a bőrödön, hogy a maga természetességében, szóval a korodnak megfelelően kisimult vagy, szép vagy, de látom azt, hogy egy boldog nő, mert ott vannak a nevető ráncok, de semmi túlzó, semmi erőltetett nincs, kizárólag ilyen termékeket használsz egyébként? Amiből lehet, abból igen. De nyilván mondjuk van olyan kozmetikai termék, ami nincs a vadisoknak, akkor azt máshonnan használom, de az arcápolókat, testápolókat, kézápolókat, azt kizárólag innen, sőt, az egész család innen használja, úgyhogy tényleg így. Ha mondjuk durva lenne, hogyha másképp használnák, egyébként, vagy máshonnan, abszolút. Lássuk be, ti vagytok a legjobb marketing eszköz a saját termékeiteknek, és akkor ezt használod? Éjszakai krémnek egyébként? Van éjszakai, van nappali, meg van szérum, tehát ez is szemkörnyékápolója is van. Tehát nekem ez a kedvencem. Az abszolút favoritom. Ezt használom most, igen. Egyébként változó, mert nyáron fényvédős krémeket is szoktam használni, tehát amiben egy kis fényvédő. Például a Skin Defense, ugye ez 50-es, de mondjuk az E-vitaminosban van 20-as faktor, vagy a C-vitaminosban egy 30-as fényvédős faktoros krém, tehát hogy azért szoktam ilyeneket is használni. De mondjuk ez a best of most. Nekem is van most egyébként ilyen fényvédőm, csak mondom neked, megsugom. Igen, múltkor voltam benne, bevásároltam persze, hát ne vicce, és most azt használom, és főleg majd egyébként nyárra fogom tartalékolni, hogy azért ugye ennek van egy 50-es faktor fényvédője. Másik nagy kedvencem volt egyébként a Drops of Youth. Az éjszakai maszk, ami olyan érzésem volt, mintha egy ilyen puding kerülne rá. Neked abból van egyébként kedvenced? Ilyen memóriahabos textúrája van, ami tényleg így és beszívódó maszk. Ami elég ritka, tehát, hogy maszk, de beszívódik, tehát nem kell úgy feküdni, mint egy múmia éjszaka. Az egészséggel meg sem mozdulsz. Mert ezek a fejlesztések mind múlnak. Tehát nekem mindig az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy tud egy lapon említődni a természetesség, a fenntarthatóság azzal, hogy egy olyan hatásfokot tesztek mellé, ami viszont sokszor már azt érzem, hogy nem működik extra hozzáadott valami plusz nélkül. Így van egyébként. Például ebben a Drops of Youth-ban növényi őssejtek vannak. Ugye az őssejt az egy nagyon erős ellenálló sejt, és ezek a növényi őssejtek, ez a bőrnek is nagyon jót tesznek, tehát gyorsítják a sejt megújulást például, tehát ezáltal tovább marad fiatal a bőrünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy
szerintem jobb, mint egy kemikália. Mennyire kellett mondjuk egy magyar vásárlót annó meggyőznötök arról, hogy ez neked jó lesz, mert amikor ugye bejöttetek a piacra, akkor azért már sok minden más is volt itt, és azért egy picit nektek az a versenyeznetek kellene. Hát miközben szagolgatok, még ezt elmeséled nekem, jó? Mikor a C-vitaminban is természetes C-vitamin van, tehát a kamu-kamu bogyóból kinyert C-vitamin, ez nem kamu. Zseniális tényleg, hogy mindent egy kicsit rá tudunk valami másra csatolni. Igen, tehát a kamu-kamu bogyóból kinyert C-vitamin, ami sokkal-sokkal erősebb, mint a narancsban levő C-vitamin például, és nagyon erős antioxidáns, és ez is ragyogóvá teszi a bőrt, tehát kicsit így ragyog, frissíti. Én azt gondolom, hogy mindig az adott élethelyzetnek, évszaknak megfelelő arcápolót kell használni, mert mondjuk tavasszal kicsit fáradtabb a bőr, akkor használjunk egy kicsit C-vitaminost. Ugye legalább 28 napig kell használni egy arckrémet, hogy kifejtse a hatását, mert kb. Annyi idő alatt újulnak meg a sejtek. Ez tök jó, hogy mondod, mert épp ezt szerettem volna kérdezni, hogy amikor azt mondjuk kemikália, akkor valahogy egy kicsit mindig azonnali hatást várunk, és talán kapunk is, míg a természetesekben mindig inkább a hosszú távolság az, ami érvényét nyeri. Akkor ez nálatok másképpen van? Tehát itt hát 28 az 28. Már az első alkalommal lehet, hogy érzel valamit, sőt, biztos, hogy valami hatása van, de amikor hogy teljesen kifejtse a hatását, ahhoz egy hónapot várni kell körülbelül, mert annyi idő kell, amíg kicserélődnek és megújulnak a bőrsejtek. De ez azt is jelenti, hogy akkor közben viszont mást azért ne használjak, mert akkor nem tudom érzékelni. Lehet használni. Attól még ez kifejti a hatását, hogyha mást is használsz, de hogy azért kell egy kis idő neki. Szerinted annó, mert mondtad, hogy már nem volt lehetőséged személyesen találkozni Anitával, de hogy annó benne kirajzolódott ez az óriási volumen, mint vízió üzletasszonyként, hogy ő hova szeretne fejlődni. Hát elindult néhány termékkel, és most meg itt vagyunk, hogy nem tudom hányféle terméket. 1800. Köszönöm szépen, 1800 terméknél tartunk, tehát hogy az benne már akkor megfogalmazódhatott, vagy egyik hozta magával a másikon? Én azt gondolom, hogy benne azt fogalmazódott meg, hogy ezek a régi ősi szépségrecepteket hozzuk be. Mert ugye minden népcsoportnak megvan a maga kis titkos szépségreceptje. Például a Gánában nők évszázadok óta seavajjal kenegetik magukat, a testüket, az arcukat, és hiába a forró, sivatagi, száraz szél, gyönyörű szép a bőrük, tehát 60-70 évesnek is olyan sima szép a bőrük, mert avval kenik magukat. De ugyanígy Namibiában például a marulaolaj a titkos szépségrecept, vagy Szamoán a kókuszolaj. Tehát mindenhol ott a helyben megtermelt, kézzel készített, hidegen sajtolt termékekből nyerik ki az ő szépség receptjüket, ami működik, és ez a természet ereje. Az, hogy van a férfiaknak külön polcotok, az ritka, igen. Nem? Vagy hát van egy-két márka, akiről tudjuk, hogy szeretnek a férfiakra figyelni, de vajon a férfiak mennyire szeretnek magukra figyelni? Igen, egyébként egyre több férfi, tehát emlékszem még így, még az én fiatal koromban nem volt igazán szokás az, hogy a férfiak kenik magukat. És most már egyre több férfi ápolja magát, mert rájön ugyanolyan fontos, hogy ő is ápolt legyen és jól kinézzen. Úgyhogy vannak a férfiaknak is, de egyébként a legtöbb termékünk az unisex, tehát használhatják férfiak, nők is. Tehát a testápolásban is nagyon, tehát mondjuk egy grépfrújtost, egy seását, azt a férfiak is használják és imádják. De azért van külön férfi polcunk, hiszen van külön borotválkozáshoz kapcsolódó, kicsit férfiassabb illatok, szakállápoló. Annyira pasis illata van, igen. De tényleg, tehát az illatokkal nagyon-nagyon jól lehet játszani, és ezt ti iszonyatosan jól hozzátok. Jó is, hogy szoboztad a sminket, mert nekem van egy ilyen fejlővésem. Nézzük már meg kérlek egy picit, mert biztos vagyok benne, hogy van kérdés, vagy akár zavar is az emberekben, hogy lehet-e egy természetes alapanyagú és összetevőjű termék ugyanolyan látványos, ugyanolyan jó fedést biztosító, vagy akár még jobbat, ugyanolyan színes, meg pigmentált, nem ismerem ezeket a szakszavakat, de hogy ezeket szokták mondani azok, akik ugye sminktermékeket használnak, forgalmaznak, hogy képes erre a body shop? Én azt gondolom. Fura kérdés, mert úgysem mondanád azt, hogy nem, de igen, mire képes, inkább így kérdezem. Én azt mondom, hogy igen, és hogy ki kell próbálni, tehát tényleg, mondjuk azt tudni kell, hogy a sminkekben sem, úgy, mint a többi termékben sem, semmilyen állati eredetű anyag nincs. Például a rúzsoknál is van egy nagyon szép piros szín, amit csak egy bizonyos tetű, egy bíbor tetűnek a testéből, polított testéből tudják
kinyerni a nőstény bíbortetőnek a testéből. Ne. Ez a plárdita. Ez a bíbortető, és a kinyert anyag a kármin, és ez nagyon szép piros színt ad. De mi nem használunk ilyet sem. Tehát nekünk is van piros rúzsunk, de nincs benne semmilyen bogárc. Olyan ritkán gondolunk ebbe bele, nem? Hogy hát én most van. Hány kilót eszem meg, az a mit okozok belülről kifele magamnak, aki mondjuk, akkor maradjunk a rúzs példánál, ipari mennyiségben fogyasztja, és tényleg fogyasztja a rúzst. Akkor az biztos, hogy a bőrén jelentkezni fog, nem? Tehát amikor nem tudjuk, hogy mitől van egy pattanás, mitől van egy érzékenységünk, stb. Hát igen, Hát bőrén vagy belül a testébe elkezd dolgozni valami, ugye ez egy nem komfortos, vagy allergiás reakciót válthat ki. Ugye azért az állati fehérje, vagy az állati eredetőanyagok, azok sok emberi allergiás reakciót válthatnak ki. És szóba hoztam az előbb azt, hogy mondjuk milyen a fedése egy természetes alapanyagú terméknek, hogy hogyan tudjátok biztosítani azt, hogy meglegyen az a fedés, ami az embereknek igénye a sok-sok más termékkel szemben, mert azok akkor tele vannak tovább minden olyan tartósítószertől kezdve mindennel, ami ezt a hatást eredményezi, de nálatok mi biztosítja a tartóságát, a fedését, a látványát egy-egy make-up terméknek? Nagyobb mennyiségben van benne mondjuk növényi alapanyag? Igen, tehát növényi alapanyagok vannak benne, így ettől függetlenül ugyanolyan, tehát tud lenni ugyanolyan tartós, és tud lenni ugyanolyan hatásos, azért, mert nincs benne kemikália. Nyilván ezt kifejlesztették, tehát nagyon sok teszt hatására, de meg tudták oldani. Vannak olyan anyagok, amik mondjuk stabilizálják a szemhéjpúdernek a tartóságát, vagy például a marulaolaj egy tipikusan egy olyan anyag, ami a sminktermékeinkben szinte mindenben benne van, ami nem csak szépé tesz, hanem hidratálja is a bőrödet, és úgy picit feszesít is, és ugyanakkor pedig stabilizálja a színeket, tehát azt, hogy ott maradjon a rajtad egyébként ez van most? Tehát kifejezetten saját termékeket használsz? Igen, saját van, és ez a marulaolaj, ez szinte minden sminktermékben benne van. Ami Namibiából származik, és ott az ott élő női közösség, aki ezt a marulaolajat kézzel elkészíti, és számunkra ott hozzájárul ezáltal a Body Shop, hogy van munkájuk, hogy tudják a gyerekeiket oktatni, hogy tiszta ivóvizet tudnak a falujukba bevezettetni, tehát hogy közösségeket támogatunk ezáltal. Ez egy nagyon érdekes mondani való, amit most kihangsúlyoztál, mert nagyon sokszor van az, hogy például a fast fashion divat márkáknál halljuk azt, hogy milyen körülmények között dolgoznak az előállítók a gyárakban, hogy mély szegénységben élőket kihasználnak nagyon rossz anyagi körülmények között, hogy például a számotokra ez fontos? Ez nagyon fontos. És ezt hogyan tudjátok ellenőrizni? Úgyhogy dokumentumokkal, nagyon, nagyon szigorú ellenőrzés van, és szigorú dokumentumokkal kell bizonyítani, hogy nem volt gyerekmunka benne. Az, hogy a Body Shop ugye nem véletlenül ez a community fair trade kereskedelmi módszer, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy közösségi kereskedelem és tisztességes jövedelmet biztosít számukra a Body Shop, tehát hogy olyan, amiben meg tudnak élni, amivel közösségeket támogat, nem mondjuk a helyi törzsfőnökön, hanem mondjuk tényleg közösségeket, iskolákat, mondjuk egészségügyi létesítményeket, tiszta ivóvizet, ezek olyan fontos dolgok, amik nekünk természetesek, de vannak olyan helyek, ahol nem, illetve a nők önbecsülését javítja. Nagyon sok helyen, például Gánában, Namibiában szinte csak nők dolgoznak ezekben a közösségekben, és ugye Afrikában a nők másodrendű állampolgárok voltak eddig, és most azáltal, hogy van munkájuk, megnőtt a tiszteletük a féreik szemébe, tehát azt, hogy ők is dolgoznak, és boldogok. És mindenki boldog. Mi is boldogok vagyunk, mert legjobb alapanyagot kapjuk, és ők is van munkájuk. Tehát azt érzem ebből az egészből, ami titeket visz előre, meg az egész márkát is, hogy tényleg minden mindennel összefogunk, és hogy olyan világot élünk, ahol ez fontos, ahol ez számít, és egy picit eddig ilyen szemellenzősek voltunk, és mintha most egy ilyen ablakot nyitna a világra. Jól érzékenem? Igen, nekem is ez volt az első, tehát ahogy így megláttam a működést, egyre jobban kinyílt a világ, és egyre inkább azt láttam, hogy hú, hát ez kell nekünk, ezt kellene csinálni mindenkinek. Igen, ez az, ami az interjúknál is átjárt téged is, és éreztem azt, hogy visz előre, hogy már zsigerileg viszed magadban mindezt tovább, ezt az üzenetet, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy mások is találkozzanak vele. Úgyhogy arra gondoltam, hogy rábeszélek téged arra, hogy egy picit
jobban meg tudjuk ismerni a Body Shopot, az üzenetet, a termékeiket, hogy termékeiteket, hogy, hogy maradj velem kérlek itt a No Filterben, jó? Hogy csináljunk jó. Olyat, hogy, hogy kiszúrunk magunknak egy-két tematikát, beszéljünk a fenntarthatóságról, beszéljünk az újrahasznosításról, beszéljünk még az alapanyagokról. Van kedvetek? Ó, nagyon szívesen. Örülök, mert én erről órákat tudok mesélni. Úgyhogy... És olyan jó téged hallgatni, úgyhogy köszönöm szépen, akkor találkozzunk még, és nem engedjük el ezt a témát, mert nagyon fontos, és ez nem a jövő, hanem ez már a jelen. Így van. Akkor Ildivel találkozhattok még itt a hashtag nofilter, nőkfilter nélkül után, minden alkalommal, és egy picit beavatunk benneteket majd mindabba, amit a márka képvisel, és ami a fenntarthatóságot jelenti, de nem is csak és kizárólag egy oldalon, hanem próbálunk nektek majd több szempontot is megvilágítást megmutatni. Sziasztok!